Előterjesztésnek az előzménye az, hogy a hétfői nap folyamán lakossági fórum volt a Pittypang sportóvodában, ahol a kerekmező környékén lakók vettek részt. Egyébként nyilvános volt a fórum, tehát bárki eljöhetett, nem csak a környező utcákban lakók, hanem máshonnan lakók is érkeztek, és én nem tudom, hogy még mielőtt a konkrétumokra térünk, az alpolgármester asszony kívánja ezt a napi rendi pontot felvezetni. Itt tehát arról van szó, hogy a lakosság, aki ott jelen volt, azt kérte, hogy épüljön sorház, lakóház azon a szabad területen. Ezt a kérést megvizsgáltuk, így testeti szinten is már előzőleg is egyeztettünk, hát azért megoszlanak a vélemények, de én úgy látom, hogy hosszú távú stratégiai érdekünk az lenne, hogy csak annyi történjen, hogy megosztjuk ezt a területet, tehát hogy az iskola területe, amit majd az állam fog használni, az leváljon arról, ami a mi önkormányzati intézményi területünk. És most a tegnapi estén egy ilyen előterjesztés készült, hogy akkor az intézményi területet két részre osztjuk. Én is tanácsot kértem itt a építész kollégáktól. Az első határozati pont módosulása lényegében azt jelenti, hogy kikerült belőle a lakás, mint lehetőség, és az intézményi terület kettő részre oszlik, és a fennmaradt intézményi terület az továbbra is az önkormányzat rendelkezésére áll, de jelenleg nem kívánunk vele kezdeni semmit. Én ezt látom így röviden, hogy most egy ilyen verzió került erőterjesztésre, és szerintem ez a lakosság érdekeit tükrözi. Tehát az a helyzet, azonnal adom a szót. Tehát van egy múltkor a testület által elfogadott, viszont alá nem írt szerződés a HÉSZ módosítása vonatkozásában. Arról szól az a testületi határozat, amit most szeretnénk módosítani. A módosítás viszont arra vonatkozik, hogy a kerekmező két részre kerülne megosztása, az egyik területén, az egyik telektesten épülne meg az iskola, a másik telektest pedig maradna az intézmény övezetben. Így viszont a kiküldött határozati javaslatnál a paraméterek nem biztos, hogy megfelelnek, mert a legkisebb telekméretnél akkor 4000-et írunk be, akkor az biztos, hogy, tehát én azt javaslom, hogy 4000-et írjunk be, és akkor az biztos, hogy ez a telektest egybe tud maradni. Így van? Tehát ugye az a méret az elegendő. Tehát az iskola vonatkozásában. Tehát az előterjesztéshez képest még ennyit módosítást tennék, Bánhidi László. Az iskola építéssel kapcsolatos koncepció kialakítása során gyakorlatilag már annak a területhasználatnak a rendje, amit maga az iskola épület is indikál, ez kialakult. Tehát ebbe azt gondolom, hogy már csak lekövetjük ezt a helyzetet azzal, hogy a telekalakításra vonatkozólag ezt a hiszmódosítást végrehajtjuk. Máskülönben ugye nem fog megfelelni egyébként annak a szerződésnek sem ez a telek, amely már megköttetett ugye az állammal, illetve az azt képviselő Nemzeti Sportközponttal. Tehát az, hogy ezt a helyi építési szabályzat módosítást végre kell hajtani, ez nem kérdés. Egyébként az építési szabályzatban ugye nem csak a telek méret, hanem a telek beépítésével kapcsolatos paraméterek is szükségesek, hiszen hogyha megmaradnak a jelenlegi paraméterek, akkor a kialakuló terek az nem válik hasznosíthatóvá, tehát magyarán nem lehet rá épületet elhelyezni, mert az előkert, oldalkert, egyéb szabályok azok kizárják, hogy oda értelmes méretű épület legyen elhelyezhető. Magyarán a korábbi előterjesztésben is szereplő ilyen jellegű paraméterek megtartása fontos. A telek mérettel kapcsolatban én nem javaslom, hogy magasabbra emeljük a telek méretet, hiszen ha nem építünk oda lakásokat, illetve nem értékesítjük lakásépítés céljára, akkor is elessünk attól a lehetőségtől, hogy ebben az íves alakú sávban olyan épületeket tudjunk lerakni, és úgy tudjuk alakítani ennek a területnek a telekrendjét, hogy az értelmes legyen, vagyis bármifajta akár intézményi jellegű kialakítás szükséges,
akkor ezt egint egy újabb hészmódosítással kell lekövetni. És ezt követően pedig az, hogy egyébként ebből a lehetőségből kiúzzuk a lakásépítést, mint olyat, abóvó, azt sem tartom logikusnak, hiszen az, hogy egy szabályozás tartalmaz ilyen lehetőséget, az még nem azt jelenti, hogy ki is akarja használni az önkormányzat. Ugye ehhez egy olyan döntéssornak kell még lezajlania, ami egyáltalán az értékesítéssel kapcsolatos, a pályázat kiírástól kezdve a szerződés jóváhagyásáig legalább 3 döntésre van szükség ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát ezért azt gondolom, hogy ennek az ígéretnek, ha úgy tetszik, megtartása az nem kötődik közvetlenül a szabályozás módosítás megváltoztatásához. Egyébként pedig közvetlenül tenném azt a javaslatot, miután ugye ez a terület építési terület. Nagyon régóta, körülbelül 20 éve, de 15 éve egészen biztos, hogy a kerekmező teljes önkormányzati tulajdonú területe építési terület. Hogy az hogy, milyen formában, ez már más kérdés, de nem parkterület, nem zöld terület, nem közlekedési terület, és sorolhatnánk tovább, hanem építési célú terület. Tehát innentől fogvást egy ilyen lakossági kérelem, hogy oda ne épüljenek lakások, ami ugye az önkormányzatnak a koncepció szerint egy nagyságrendileg 130 milliós forintos bevételt, illetve ennek elmaradása 130 millió forint hiány jelent, ezt pótolni kell. Tehát én azt javasolnám, kérjük fel a hivatalt, hogy találjon meg azt a módot, amivel az utca lakosai ki tudják pótolni adóformájában ezt a kieső bevételt. Köszönöm szépen. Néhány dolgot pontosítanék a teljesség kedvéért, hogy a jelen pillanatban a terület intézményi övezeti besorolásban van, és ugye abban is maradna. Itt a múltkori képviselőtestületi ülésen meghozott határozat azt tette volna lehetővé, hogy önálló lakófunkció jó épületek is lehessenek itt a területen. Ezt ugye most visszavonna a testület, és módosítaná, tehát úgy olyan szinten módosítaná, hogy az eredeti csak intézményi típusú épületek kerülnének kialakításra. Amit a polgármester asszony mondott a legkisebb kialakítható telekméret kapcsán, az azt gondolom, hogy összevág azzal, ami a lakossági fórumon elhangzott, hiszen a maga az egész terület az 17 000 négyzetméter, ebből körülbelül 10 000 az, amire az iskolaépítés kapcsán szükség van. Értem szerint még lehetnek pontosítások, tárgyalások, ami esetében ez még növekedhet, de amennyiben a maradék körülbelül 7 000 négyzetméternyi terület marad az önkormányzat tulajdonába, vagy picit kevesebb is, a 4 000 négyzetméteres legkisebb kialakítható terület esetén, itt ugye matematikailag már csak az jön számításba, hogy az iskola területén kívül csak egy másik egybefüggő területe maradhat az önkormányzatnak. A többi paraméter ezeknek a szabályoknak, ami le van írva az előterjesztésben, azt gondolom, hogy megfelel, tehát azzal probléma nincs. Viszont az nagyon fontos, hogy most a testület csak a övezeti besoroláshoz kapcsolódó paraméterekről dönt, magáról a telekalakításról nem. Ugye a telekalakítás egy hatósági eljárás lesz, amit a kormányhivatalnak a földhivatali osztálya fog lefolytatni, azt követően, hogyha ezeket a szabályozásokat megléptük. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e bárki részéről hozzászólás, esetleg a vendégek kívánnak-e hozzászólni? Igen? Sok szempont van, és én nagyon szeretném elmondani itt önöknek, hogy a kerekmezőek nagyon, ha lehet így az ő nevükben beszélnem, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam arra vonatkozólag, hogy a párbeszéd beindult, a közös gondolkodás beindult, és a lakossági fórum mennyire jó, hogy létrejöhetett. Ezt fontos az elején elmondanom. A dolognak két területe van szerintünk. Nyilván van egy pénzügyi része, és ez egy nagyon fontos rész, és nyilván van egy elvi része, és az is nagyon fontos rész. Amiről most beszélgetünk, önök majd dönteni fognak, ez mind a kettő együtt. Nyilvánvalóan az ott élők és a város lakosságát inkább az elvi oldal érdekli. Néhány szempontot hagyd tegyek erre az oldalra. Én azt gondolom, és az ott lakók is ezt gondolják,
persze elfogultak vagyunk, de azért talán annyira nem, hogy egy kicsit objektíven is ránézünk. Ez a rész, ez a terület Budakeszi legélhetőbb és legbarátságosabb, családiasabb része. Nem sűrű, tágas, sok a zöld, sokan szeretnek kutyát sétáltatni, gyereket sétáltatni, játszóteret és hasonlót használni. Egy koranyári szombat délután a kerekmező is környékén szerintem az az élet, amit nagyon sokan nagyon szeretnek, és ezért költöztek ki Budakeszire. A zöld az egy elvi kérdés, pénzben nehezen megfogalmazható dolog, de azért van értéke. Nem is mondhatjuk azt, hogy csak ködevés lenne, vagy bármi ilyesmi. Az, hogy zöld egy terület, hogy ott park van, annak pénzben kifejezhető értéke is van. A város szempontjából is, és a lakók szempontjából is. Természetesen a környező ingatlanoknak az értéke, az befolyás, tehát az attól is függ, hogy mennyi a környező zöld is. Illetve Budakeszinek az értéke is, és a neve is függ attól, hogy mennyi a zöld területe. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet számszerűsíteni, de azért meg lehet próbálni. Az, hogy egy fejlesztési terület ott marad, ez sem biztos, hogy egy pénzügyileg értelmezhetetlen dolog. Amiről most itt önök döntenek, az egy stratégiai kérdés. Mi úgy éreztük, és ezt a fórumon sok felszólaló jelezte is, hogy egy aktuális, most prompt pénzügyi forráshiány kedvéért egy hosszú távú állagromlás, egy hosszú távú kár éri a városunkat is, és a környezetünket is, ha ide sorházakat építünk. Nyilván nagyon sok ötletünk lenne arra, hogy mit lehetne oda tenni, a kutyafutatótól kezdve a strandlöplaba pályáig, egy csomó minden, ami nekünk egy kedves dolog lenne, de hát természetesen vannak korlátok, és ezt mindenki föl is fogja. Én azt gondolom, hogy most itt egy rövid távú pillanatnyi forrás hiányál szemben egy elvi jósággal, vagy jószággal, hogyha közgazdász nyelven akarok fogalmazni. Nyilván elég egyértelmű az ellentét, vagy az ellen, de talán nem annyira kibékíthetetlen hosszú távon. Ha pénzügyi oldalt megnézzük, jó néhány dolog elhangzott ezzel kapcsolatban is a lakossági fórumon. Egyrészt természetesen a bevétel, ez a 130 millió, vagy hívjuk akármennyinek, így csökkentjük, úgy masszírozzuk a dolgot, nagyjából 130 millió, vagy 100 millió, hogyha lehet. Az infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy bármit, ez egy komoly életminőségromlással áll szemben. A városnak is életminőségromlás, egy olyan területet kvázi tönkretenni, hagy fogalmazok egy kicsit erősen, ami most egy legélhetőbb kerülete, körzete Budakeszinek. Itt az elvesztett pénz az az életminőségromlás és a telek, meg a házérték csökkenése, ami szemben áll. A másik az infrastruktúrális fejlesztés, amit ebből nyilvánvalóan lehetne a város érdekében tenni. Én azt gondolom, hogy fontos dolog, és mint minden fontos dolog, arra is pénzt kell szánni. De nem gondolom, hogy egy darányi vagy egy makkosi ingatlan jellegű vagy infrastruktúrális jellegű fejlesztés az városi érdek lenne olyan formában, hogy ez szembeállítható egy kerekmezei helyi érdekkel, hiszen egy makkosi út azért, mert egy makkosi út a makkosi lakóknak a helyi érdeke, egy kerekmezei beépítés egy kerekmezei lakóknak a helyi érdeke. Én azt gondolom, hogy a várost nem érdemes szétcincálni kis területekre, és azt mondani, hogy vannak olyan területek, ahol a fejlesztés az város érdek, máshol pedig a beépítés az helyi probléma. Tehát én ettől azért óvnám a jelenlevőket. A másik, és ez nagyon fontos, ha pénzügyekről beszélünk, én azt gondolom, hogy ki kell hangsúlyozni azt a több felszólaló által elmondottat a lakossági fórumon, hogy nem igényeljük az adócsökkentést. Nem igényeljük azt, hogy kevesebbet kelljen fizetni adót. Azt gondoljuk, hogyha
fizetünk pénzt, és az jó helyre kerül, az egy jó befektetés mindenkinek. Azt gondolom, hogyha körbenézünk a városban, különösen azon a területen, a legtöbb autó az nem Suzuki Ignis vagy Dacia Logan. Mindenki pontosan tudja, hogy ha egy jobb életminőségre vágyik, akkor neki is a zsebébe kell nyúlni. Mindenki pontosan tudja, hogy vannak olyan értékek, akár csak egy autónak a logója ott az orrán, azért is kiad több pénzt. Akár csak azért, hogy ott legyen zöld terület, azért is hajlandó kiadni több pénzt. Ha az elveket és a pénzügyeket valamilyen formában össze akarjuk békíteni, akkor nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy a adócsökkentés és a minél gazdaságosabb megoldás az egyben a helyi lakosoknak is az érdeke. Úgy gondolom, bár nyilván nem vagyok választott képviselő, csak egy ilyen faragatlan szószóló, úgy gondolom, hogy a környéken lakók szívesen belenyúlnak a zsebükbe egy valamilyen racionálisan érzékelhető, vagy racionálisan elfogadható összeggel, hogy ezt a területet megőrizzük ilyenbe, legyen ez helyi adó, vagy bármi ilyesmi. Ez most az én véleményem, és nyilvánvalóan nem áll mögöttem senki ilyen formában, de azt gondolom, hogy nem elvetendő ötlet akár ezen való gondolkodás sem, ismerve a felszólalókat, a felszólalásokat, amik a hétfői találkozón elhangzottak. Bánhidi László. Tehát egyfelől az ugye föl sem merült, hogy ezt a területet átnősítsük park, zöld, egyéb területté. Tehát ezzel jelen előterjesztésben sem szerepel. Jól kivehető a tisztelt felszólaló szavaiból, hogy itt egy vélt területi használat, illetve egyéni érdekek állnak a mögött, az indítvány mögött, hogy ne jöhessen létre az eredeti koncepció megvalósítása, tehát hangsúlyoznám, ugye ennek az iskolaépítésnek a kialakult koncepciójában ez a bevétel szerepel. Igen, ez egy egyszeri, de azt hiszem megismételhetetlen, legalábbis belátható időn belül megismételhetetlen lehetőség, hogy Budakeszi új iskolát tud építeni. Úgyhogy erről egy kicsit a Pál utcai fiúk története jut eszembe, akik életre halálra küzdelmet vívtak a Grundért, aztán mikor lezajlott a csata, aztán másnap fölvonultak az építők, tehát mert az is egy építési terület volt. Ugye? Tehát igen, a Grund az egy építésre szánt terület volt, amit egyébként ők úgy értelmezték, hogy a saját kis szférájuk, amiért akár megbívják egymással a harcot. Tehát ettől függetlenül az, hogy zöld környezet legyen, megmaradjon Budakeszin, ez egy teljesen támogatható és támogatandó dolog, beleértve akár egy kutyafuttató létesítését, amit én korábban, már évekkel ezelőtt is javasoltam, hogy legyen ilyen szabályozott terület, ahol ténylegesen a kutyákat el lehet engedni a belterületen belül. De ez nem azt jelenti, hogy most erről az útról le kéne térnünk, attól függetlenül, ahogy elmondtam, hogy a lakásépítést elodázzuk, és esetleg megkeressük a hiányzó forrás pótlásának a lehetőségét. Tehát tartom a korábbi javaslatom, és kérem, hogy erről szavazunk is. Köszönöm. Páci Erzsébet. Én csak azt csatlakoznék Lacihoz, hogy valóban ez így van. Azok az ingatlan tulajdonosok, akik a kerekmezőn laknak, azoknak nem egy magántulajdonossal kell szembenézniük, aki nyilván nem mondaná le arról, hogy oda bármit építsen. Az önkormányzattal állnak szembe, és ez nyilván ez egy másik tárgyaló partner. Úgyhogy minden bizonnyal szükség lesz arról tárgyalni, hogy ezt milyen feltételekkel tudjuk megtenni. Annyit szeretnék mindössze még hozzáfűzni, hogy elhangzott az, hogy ez a bevétel, amit most mondjuk 100 milliónak, hogy ez egy prompt bevétel, és most nem nevezek meg városrészeket, hogy hova lenne elköltve,
mert nagyon sok, a fejlesztési listánkon nagyon sok cél szerepel, nem csak konkrét városrészek, hanem a települését érintő közös fejlesztési célok is, ilyen a közlekedés feltételének javítása. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy ez a 100 millió forintos bevétel az nem működésre menne el, hanem a közösség egészét, egy nagy részét szolgálná hosszú távon. Tehát ilyen értelemben ez az állítása az nem állja meg a helyét. Köszönöm szépen. Rövid az időm, csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a kérelmet nem csak az ott lakók írták alá, hanem 490 és más területeken lakók is, és megint csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azonnal elhasználni a jövő fejlesztési területeit, az nem biztos, hogy stratégiailag helyes, tehát ennyiben mindenképpen támogatnám a lakosság kérését. Köszönöm szépen. Jó, kérdezem, hogy van-e még esetleg valaki részéről mondat, Óra Lajos? Mert nagyon sokan mondták azt a véleményt, amit én is megfogalmaztam volna, tehát itt elsősorban a Bánhidi és a Páci képviselőtársaimmal értek egyet, de itt a polgármester asszony által elmondottakra, tehát itt a 409 aláíróra. Nyilvánvaló, hogy a kérdéseket különböző féleképpen lehet feltenni, és a kérdésekre különböző módon lehet válaszolni, például annak a tükrében, hogy mennyire ismerik az aláírók az adott problémát, és hogy milyen alternatívák vannak. Tehát kíváncsi vagyok, hogy a nem a közelben élők, akik nyilvánvalóan, hogy a saját érdekeiket képviselik, én teljesen tiszteletben tartom, ha én ott laknék, valószínűleg én is úgy szólalnék föl, mint ön. Tehát ezt abszolút megértjük, csak nekünk ebben a pozícióban, ezekben a székekben a város össz érdekeit kell néznünk. Tehát hogyha úgy merült volna föl a kérdés, hogy maradjon így minden is zöldmező és park, vagy esetleg épüljön valakinek az utcájába járda, vagy új út, akkor már nem biztos, hogy aláírta volna. Vagy például az, hogy épüljön-e meg az iskola, hiszen tudjuk, hogy itt elhangzott már az, hogy ezt a pénzt, ezt az összeget elsősorban az iskola építésébe szeretnénk belepótolni, hiszen ez egy teljesen váratlan kiadás volt. Ugye azt gondoltuk, hogy ez központi forrásból meg tud valósulni, az önkormányzat mindig úgy készült, hogyha kell, akkor ebbe belepótol. Azt nem számítottunk, hogy ilyen nagyságrendbe kell belepótolni az iskolaépítésbe, hiszen idáig 350 millió forintnál tartunk, ha jól számolom, amit az önkormányzatnak bele kell pótolnia, és ez nem valahonnan idepottyant pénz, amit most azt mondjuk, hát akkor költsük az iskolára, hanem az egyéb fejlesztésektől veszi el a forrásokat, azért legyünk ebben tisztában. Tehát amikor ilyen bevételi lehetőségekről mondunk le, ha így döntünk, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy akkor egy újabb forrásról mond le az önkormányzat. Tehát azt azért én is kiemelném, amit a Bánhidi képviselőtársam mondott, hogy ez mindig is egy intézményi területként nyilvántartott terület volt. Végig, amióta rendezési terv létezik arra a területre, mindig intézményi terület számára. És hogyha azok, akik oda költöztek, és nagyon örülünk, hogy oda költöztek, és nagyon örülünk, hogy olyan szépen megcsinálták a lakókörnyezetüket, abban a tudatban költöztek oda, hogy itt egyszer az önkormányzat intézményt fog építeni. Úgyhogy azért mondom, hogy mert úgy tudom, hogy ezen a sajnos betegségem miatt nem tudtam részt venni ezen a hétfői lakossági fórumon, de hát úgy tudom, hogy olyan hozzászólások is voltak, hogy még iskola se épüljön. Tehát itt a hozzászólásoknak a legkülönbözőbb skálája volt, ami megint csak azt mondom, hogy teljesen természetes, csak próbáljunk meg szélesebb összefüggésekben gondolkodni, amikor ezt a problémakört nézzük. Hangsúlyozom, teljesen megértve az önök szándékát és az önök irányát. Tehát itt az önkormányzat részéről lemondunk egy értékről, de ha ez nem történik meg és park marad, azzal viszont az a környező ingatlanok lehetnek sokkal értékesebbek. Tehát ez egy felértékelődés, és nyilván Bánhidi képviselőtársam is az elmondotta itt ennek a fényében, ennek a tükrében tette meg. Az alpolgármester asszony ügyrendben kért szót, hagyja meg neki, és akkor Serény József volt képviselő úrnak is természetesen megadom a szót. Köszönöm. Én ha nem tudom, hogy látja a polgármester asszony, de javasolnék egy rövid tárgyalási szünetet. Nem tudom, hogy egyetértetek-e vele, de a frakcióval. Köszönöm. Hallgassuk meg a Serény képviselő urat, és akkor utána tartunk egy pár perc tárgyalási szünetet, jó?
Kéri az alpolgármester asszony. Tessék. Én köszönöm a szót, és csak aladelnöknek szeretném elmondani, hogy természetesen volt egy-két olyan hozzászóló a hétfői napon, aki nem tájékozódott kellőképpen, néhány hónapja lakik ott, de őt ott a helyszínen helyeltettük. Igen, mi tudjuk, hogy ez egy intézményi zóna volt, mindig is. Itt van nálam az eredeti beépítési terv, annak a hésznek a rajza. Három darab, és a szövegek. Három darab intézmény volt elképzelve, egy 8 tantermes iskola, egy posta és egy orvosi rendelő, nem egészségház, orvosi rendelő, ugye a házi orvosok részére, akiket ott szolgálják ki azt a környéket. Nos, ebből a posta nagyon gyorsan visszalépett, mondvá, hogy a fő utcán fejleszteni. A házi orvosoknak saját pénzzel kellett volna fejleszteni, nem jött, maradt az iskola, és ettől kezdve három alkalommal volt értékesítési elgondolás. Abból egy a budakeszi önkormányzatnak a iskola építése, amit Basa Péter tervezett, egy nagyon szép épületet. Igaz, hogy nem tartotta be ő sem a hész előírást, mert itt ugye a szabályozási vonal a Márigy utca, ő pedig a Kerekmező utcára tervezte. Nem indult el, nem is tiltakoztunk ellene. A másik kettő pedig tulajdonképpen egy értékesítés iskolai célú, hogy ez most kollégy vagy micsoda más kérdés, nem valósult meg, sajnos, azt kell mondjam. De ez mindig osztatlan tulajdonú terület volt. Osztatlan tulajdonú intézményi, tudom, volt az utóbb, hogy jól megpróbálunk alkudozni egy fele-fele eladásban, de ez megint nem jött össze pénzügyi okok miatt. Mindig úgy indult, hogy intézményi és osztatlan, és mindig is elsősorban ez egyfajta iskola oktatási célú valami lett volna. Tehát mi, amikor most összejöttünk, azt mondtuk, hogy én számolgattam nagyon sokat, és én teljes mértékben egyetértek, és 9-én meg fogom köszönni Túri Attila építésznek a munkáját, gyönyörű szép iskolát épített, csak azt értsük meg, hogy mi... tervezett. Elméljük, hogy meg is épül előbb-utóbb. És viszont mi is el szeretnénk mondani, mi szeretnénk látni ezt az iskolát, szeretnénk benne gyönyörködni. Minket az zavart, ami ugye a felkérő levélben volt, hogy védeni kell minket az iskolától, vagy tőlünk az iskolát. Ez egy olyan mondat volt, amit egyértelműen nem tudtunk megfogalmazni. Laci, megmutatom neked a szünetben, hogy mi az a levél. De nem kell tőlünk védeni. Én magam mérnök is vagyok, meg tanár is vagyok, ma is oktatok, tehát a gyerekek ott élnek a környezetemben, 4 gyerekem van, 6 unokám van, tehát nem félünk a gyerekektől. Tehát nem. Viszont én, igen, azt mondom, hogy legyen intézmény. Javasoltam is a hétfői napon. Mindig is probléma volt, ugye volt egy rossz javaslatom, tudom, a tanúszoda, hallom, a uszoda épül valamikor majd a sportpályán, kipipálva, reméljük. A másik dolog pedig, ugye azt mondtam, hogy mindig gond volt a pedagógus lakásoknak a sorsa. Ugye mindig hiány van belőle. Azt mondtam, hogy egy 6, durván van 2500 négyzetméter szabad terület, amin lehet egy sorházas, vagy mit tudom én, ikerházas épületeket létrehozni, vállalkozási alapon, tehát valakinek meghirdetve és azt mondani, hogy majd ő bérbe adja ezeket az építményeket. Ugye ebbe az önkormányzat hogyan tud beleszállni, vagy állami segítség, hogyan ez megint a tulajdonképpen a jövő zenéje. Tehát ezért mondom azt, hogy itt igenis, addig pedig maradjon zöld. Természetesen az a zöld be lesz épülve, hiszen abban a beépítési tervben, amit látunk, a külső sport létesítmények nem felelnek meg semmilyen szabvány előírásának, amit ugye most az építészek betartottak az épületre vonatkozóan, tökéletesen. Viszont se egy kézilabdapálya nem fér oda el, se egy kosárlabdapálya, hol van a futópálya, hol nem megyek tovább. Ezek nincsenek, be kéne fejezni a tervezést. Tehát a területi tervezés is volt kiderül, hogy 10.100 vagy 200 vagy 500 négyzetméter az kevés, mert a rendeletet is be kell... Serény úr, ne haragudjon, de utolsó mondat, köszönöm. Hogy a rendelet úgy szól, hogy van a 420x25 négyzetméter, plusz a kiegészítések, gépkocsiparkoló, stb. Sorolja. Ott van benne a rendelet szövegében. Tehát ezzel együtt körülbelül 13.000-14.000 négyzetméter területre van szüksége az iskolának. Amint ha összeadok, rajta is van a terve. 10.200 a iskola terület, és plusz 2.300-2.500 négyzetméter a Márik utcai közterület kialakítás, ami nagyon szép és nagyon esetlenesen megoldja a gyerekeknek az odaszállítását. Tárgyalás és szemetet tartunk.
Jó. Köszönöm a képviselő urat, hogy visszalépett. Most a Tömösi úrnak mondom, mert az volt az ügyrendi kérés, hogy tartsunk tárgyalási szünetet. Úgyhogy egy 5 perc tárgyalási szünetet szeretnénk tartani. Ez azt jelenti, hogy megkérjük a vendégeket, hogy fáradjanak ki. Tárgyalási szünet után a képviselőtestület folytatja a napi rendi pontnak a tárgyalását, méghozzá most már a szavazásra fordulnánk rá. Volt egy határozati javaslat, amit a Bánhidi László javasolt, akkor én arra kérem a tanácsnok urat, hogy akkor ezt ismételje. Felkérjük a hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy a bevétel kiesést hogyan lehet kompenzálni az érintettek, kérelmezők körében. Mikor a következő testületülésre? Mondjuk, nyilván ez már csak a jövő évi adórendeletet tudja érinteni, tehát nem sürgős. Jó. Indítható a szavazás? Jó, 4 igen, 1 nem, 5 tartózkodással ez nem került elfogadásra. És akkor a határozati javaslat, tehát a múltkori képviselőtestületi határozatnak a módosítása, tehát a 344/2016-os képviselőtestületi határozat módosítása azokkal a paraméterekkel, amit az előbb a jegyző úr ismertetett. Ugye ezt így jól mondom, tehát 4000 négyzetméter, legkisebb telekszélesség 20 méter, előkert legkisebb mérete 5 méter, hátsókert legkisebb mérete 6 méter. Aki ezzel így egyetért, az igennel szavaz. Óra Lajos képviselő. Tehát 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadásra került a határozati javaslat, és ez azt jelenti, hogy a terület egésze megmaradt az intézményövezetben, a iskola épületének egy telektest, és azon túl pedig még egy telek alakítható ki, ezekkel az általam az előbb ismertetett paraméterekkel. Köszönjük szépen a vendégeknek a jelenlétet, és akkor folytatja a képviselőtestület az ülését a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendeletünknek a megalkotásával. A szakbizottság 18-ai ülésén tárgyalta a napi rendi pontot, és elfogadta, javaslom elfogadásra. Ha nincs hozzászólás, indítható a szavazás. Tíz igennel, egy hangon elfogadtuk.